Ötvös Lórántról szól ez az előadás, és hát nem akartam egy olyan unalmas címet adni neki, hogy Ötvös Lóránt munkássága, mert hát ez nem tűnik izgalmasnak. Egy kicsit olyan címet adtam neki, mint egy ilyen kvízi játék, hogy mivel lehet kiegészíteni ezeket a szavakat, hogy az inga, a törvény, az effektus, a csúcs és a hágó. Mindegyik elé oda lehet tenni, hogy ötvös. Mert van ötvös inga, ötvös törvény, stb. Még lehetett volna folytatni, mert van ötvös kráter, meg ötvös kisbolygó is van, csak azért nem akartam már annyira hosszú címet adni. Nos, szóval Ötvös Lórántnak az alcím sokszínű hagyatéka. A bőség zavarával küzdöttünk Piroskával, amikor összeállítottuk. A legnagyobb gond az volt, hogy mit húzzunk ki, hogy beleférjünk az időbe. Remélem, hogy egy kezelhető készlet maradt, és remélem, hogy a hallgatóság, aki eddig nem ismerte Ötvös életét, csak úgy távolról, ja, van róla egy egyetem elnevezve, azért a sok színből, több mindenből kap egy benyomást. Életrajz. Hát magát az életéről is lehetne külön előadást tartani. Én fizikusként persze a fizikusi munkásságára fogok koncentrálni. Főbb életrajzi adatai. Következő, hát teljes neve Báró Vásárosnaményi Ötvös Lóránd Ágoston, édesapja Ötvös József, aki miniszter volt ugye kétszer is a 19. században, vallási és közoktatási miniszter, édesanyja Rosti Ágnes, 1848. július 27-én Budán született, édesapja leírja a naplójába, hogy elég zavaros időszak volt, tehát Pesten voltak lázongások is ebbe az időszakba, amiatt is aggódott, meg aztán a szülés sem ment egyedül, úgyhogy nagyon idegesítő időszak volt ez Ötvös József számára, de szerencsére minden jól alakult. Hát kicsit előre ugorva, a 48-as forradalom idején született, és a Tanácsköztársaság gyászos napjaiba halt meg Ötvös Lórán, tehát azért mondhatni forradalomtól forradalomig élt. Minden esetre ott volt a magyar történelem meghatározó időszakában. 1865-ben érettségizik, aztán a szülői nyomása elkezdi a jogi tanulmányokat, aztán ott hagyja, erre az elejétől tudta, hogy nincsen kedve hozzá, mélységesen egyet tudok vele érteni, és elment végül is Heidelbergben kötött ki. 1871-től a Pesti Egyetemen, ami később róla lesz elnevezve, oktató-kutató, és csak néhány fontos dolgot írtam ide. Akadémiának már 1873-tól levelező tagja, 1883-tól rendes tagja, és jó pár évig az elnöke az akadémiának. Ő maga is lett vallási és közoktatási miniszter, mint édesapja volt, a Magyar Turista Egyesület elnöke, és még pont-pont-pont abba hagytam, mert elfogyott az oldal, és nem akartam még egy oldalt szállni rá. Tehát nagyon sok mindent lehet Ötvös Lórántról beszélni. Itt egy fiatalkori képét vetítettem ki Ötvös Lórántnak. Szemezgetés Ötvös Lórántról. Az egyetemi évekből én felhoztam három neves tanárát, aki egy kicsit is ismerős a fizika-kémia területén, az ismerheti a neveket, Kirchhoff, Helmholtz és Bunsennek a képét felhoztam. Ők tanították Ötvöst Heidelbergben, és Ötvös nagyon élvezte ezeket az órákat. Talán valaki mondhatja, hogy itt egy kakukktojás, Bunsen kémikus volt. Ötvös Lórán szerette a kémiát is, és én azt mondom, hogy lehet, hogy az én utólagos belemagyarázásom, de a precizitásában meg is látszott, hogy kémikus volt. Mindenkinek fizikus hallgatók között volt egy olyan mondás, hogy jó, a fizikusok precízek, de azért a kémikusok azok az igaziak. Volt egy ilyen mondás, hogy fizika laborban, ha két jegy pontosan megmérsz valamit, akkor az jó, de a kémikusok nem állnak meg négy jegyig. Volt egy fizikus hallgatók között volt egy ilyen mondás, amikor egyetemista voltam. Szóval Ötvös Lórán, aki nagyon sok tizedes jegyig precízen mért mindent, mindjárt majd meglátjuk, bizonyára ez a kémiai alapképzés is számított neki ebbe. Történeti érdekesség a sok közül, ott akarta hagyni végzés előtt fél évvel az egyetemet, hogy elmenjen egy sarkköri expedícióra, mert elég kalandvágyó ember volt,
de aztán édesapja lebeszélte róla, és utólag már ötös is azt mondja, hogy jó, hogy lebeszéltek róla, jó, hogy befejeztem az egyetemet, és nem mentem el a sarkvidékre, ki tudja, mi lett volna ott velem. Aztán megint csak címszavak, amikről lehetne külön előadás. Az oktatás szervező. Oktató, intézetigazgató, laborfejlesztő. Ugye a Pesti Egyetemre oda kerül, először még csak előadásokat tarthat, aztán utána kap egy, mondjuk azt egy tanszékvezetés, aztán az egész fizikai intézetet kezdi ő vezetni. Jedlik Ánostól veszi át a stafétabotot, tehát nagy nevek vannak itt is körülötte. Nevéhez kötődik a matematika és fizikai társulat, és matematika és fizikai lapok megalapítása. Tehát magyar nyelvi szaklap és társaságnak a megalakítója. És az első matematika és fizikai tanulmányi verseny szervezése, ami kifejezetten matekból és fizikából volt, az ő nevéhez kötődik. Tehát a tudomány űzésén kívül ő maga előmozdította, hogy az oktatás világszínvonalú lett. Na most szokták mondani, hogy a Mars lakók, ugye ezek a Szilárd Leó és társai, akik az atombomba programban részt vettek, hogy ők milyen nagy emberek lettek később, igen, kétségtelen, és sajnos a magyar szokás szerint ők egyetemi tanulmányaikat már nagyrészt nyugaton végezték Németországba, de itt voltak középiskolások. Az, hogy mondjuk Teller Ede amilyen középiskolába járhatott, hogy amilyen színvonalú volt ott az oktatás, abban Jedliknek meg ötvösnek a keze igencsak benne van, ha megnézzük ezekbe a szervezésekbe. Jedlik ugye még fizika könyvet is írt annak ide, hát ötös órát nem, viszont például a tanulmányi verseny szervezésével közvetve ahhoz, hogy legkésőbb egy Nobel-díjas generációnk, abban ötösnek is benne van a keze. És nem szabad megfeledkezni arról, hogy ő eközben családapa volt, aki példás családi életet élt. Horváth Gizella közrendű hölgyet vette feleségül, főnemesként. Itt láthatjuk Horváth Gizellát, akivel boldog házasságban éltek. Három gyermekük született, akiből kettő érte meg a felnőttkor, és később Rolandával és Ilonával rengeteget másztak hegyet, de erről majd Piroska fog beszélni. Úgyhogy ötvös Loránd magánéletében is olyan ember volt, akit oda lehetett volna tenni bárhova, hogy igen, ő egy rendes ember volt. A kollégáival, meg mindenkivel. Hát, néhány nagynevű tudósról most azért, hadd nem mondja konkrét neveket, azért nem lehet ezt nyilatkozni, de minden esetre ötvös az családapaként is példaadó életet élt. És akkor most, hát elnézést, én fizikus vagyok, én a fizikáról fogok beszélni elsősorban, mert engem azért mint meg legjobban a sok egyéb humán dolog mellett. Itt van az első fejezet, a felületi feszültséggel kapcsolatos kutatásai voltak azok az elsők, amiből világszínvonalat alkotott ötös Loránd. A felületi feszültségnek a pontos mérésében, tehát méréstechnika fejlesztésben, és annak a felületi feszültséggel kapcsolatos törvénynek a megállapítására fűződik a nevéhez. Nos, hát a felületi feszültséget, a jelenséget mindenki ismeri, vékony csőben kapillárisban, például a víz az fölhúszik, a legtöbb anyag esetén, más anyagok éppen lefele húsznak, hogyha azok olyanok, de most vegyük azt, hogy nedvesítő folyadékunk van, és ezt lehet jellemezni azzal, hogy milyen magasra húszik föl ez a folyadék itt. Ugye nagyon fontos ez a dolog, mert benne van például a növények így szívják fel a táplálékot, tehát a vízzel együtt a táplálékot a talajból. Innentől kezdve ez a jelenség a mosószereknek a működését meg sok mindent befolyásolja. Szóval ötös előtt már ismert volt, hogy itt fontosak ezek a paraméterek, hogy milyen szögben illeszkedik a folyadék széle az üveg széléhez. És a központjában ennek a kutatásnak, ennek a gamma paraméternek, a felületi feszültségnek a pontos mérése volt. Ez mondja meg valamilyen módon, hogy mekkora erő ébred
a felületi feszültségnek a hatására. Ugye a háttérben végül is valamiféle molekulafizika áll, hogy a molekulák vonzák egymást, és tulajdonképpen ebből mikrofizikai dolgokra is lehet következtetni, de alapvetően alkalmazások szempontjából lehet azt mondani, hogy ez fontos. Azért néhány egyenletet muszáj kivetíteni, bár olyan nagyon elemezni nem fogjuk. Minden esetre higgyük el, hogy a csőnek, a sugarának, a vízmagasságnak, meg ennek az illeszkedési szögnek a megmérésével meg tudjuk ezt a gammát mondani, a felületi feszültség értékét, mondjuk a víz vagy más folyadék esetén. Tehát van egy mérési eljárásunk, de nem túl egyszerű ezt megmérni. Nehéz pontosan mérni a felületi feszültséget, mert nagyon kicsi erők lépnek föl. Nehéz ezt a teta szöget, ezt az illeszkedési szöget pontosan megmérni. Nem tudjuk oda szögmérőt, vagy valami hasonlót. Befolyásolják a szennyezőanyagok, tehát nagyon ügyelni kell arra, hogy tiszta legyen az egész mérés során a mintán. És a hőmérséklet is befolyásolja. Nos, Ötvös Lóránt egy saját méréstechnikát fejlesztett erre ki. Azt csinálta, hogy a vízfelületet alulról megvilágított a fénysugarakkal, és a fénysugarak visszaverődési szögéből, meg a magasságból, hogy milyen magasság különbséggel mennek viszintesen tovább a különböző fénysugarak, ezekből több ponton meg tudta mérni, hogy milyen magasságnál, milyen szögben áll a vízfelülete, érintésmentesen nagyon pontosan megtudta az illeszkedési szöget, de nem csak az illeszkedési szöget, hanem ennek az egésznek a lefutását mérni. Sokkal pontosabb volt az összes korábbi mérésnél, ügyelt nagyon a precizitása, leforrasztott üvegcsövekbe végezte a mérést, hogy menet közben ne szennyeződjön a minta, és ezáltal minden korábbinál, mondjuk, mit tudom, most nem akarok rosszat mondani, de legalább 10-szer pontosabban mérte a korábbiaknál a felületi feszültséget. És végül is őróla nevezték el az ötvös törvényt, ez az ötvös törvény maga. Ez azt írja le, hogy a felületi feszültség az valahogy az anyagnak a saját tulajdonságával kapcsolatos, ez egy mol folyadéknak a térfogata. Itt ez az ötvös állandó, aminek itt van az értéke, az ötvös fél állandó, ezt itt beírjuk a Wikipédiába, és ott van ennek az értéke. Ez pedig azt írja le, hogy a kritikus hőmérséklet minusz T. Tehát hogyan változik a hőmérséklettel a felületi feszültség, ezt írja le az ötvös törvény. Amiket elmondtam, a növények életétől kezd a mosószerek, ez nagyon sok mindent befolyásol. Ez a dolog, tehát nagyon sok helyen alkalmazzák. Ez volt a belépője Ötvös Lóránnak a tudománynak a világába, ez volt az első, amit letett egy nagyot az asztalra. A második, amit Ötvös Lórán letett az asztalra, és erről lett a leghíresebb, itt láthatjuk is, hogy sok bogyó van itt fönn a prezentáció tetején, erről fogok a legtöbbet beszélni, a gravitációs kutatása, ugye Ötvös Inga, például ez ugye mindenkinek megvan. Egy kicsi történeti hátteret ehhez mondani kell. A 19. században a fizika nagyon menő volt. Úgy tűnt, hogy mindent megismer az emberiség, ami a fizikával kapcsolatos. Mert Newton mechanikája ugyan korábbi, de azért a 19. században rengeteget fejlesztettek rajta, fölírtam például Lagrange vagy Hamiltonnak a nevét, aki tanult egy kis elméleti fizikát, az tudja, hogy ők mennyit adtak hozzá ez az egészhez. Meg rengeteg megerősítése van a newtoni mechanikának ebben a korban. Úgy tűnik, hogy a newtoni mechanika egy sziklaszilárd pont az emberiség tudásában ekkor. Elektromosság és mágnesesség van. Maxwell 1864-ben írja fel a Maxwell egyenleteket. Hertz 1886-ban állítja elő az első rádióhullámokat. Nem kell róla többet beszélni. Optika, például Fresnelnek a munkássága. Termodinamika, a hőerőgépek és a mögöttük levő elmélet. Karton, Boltzmann, de idejük beírhattuk volna Maxwell. A fizikusok egy kicsit elbizakodottak,
ebben a korban, és azt mondják, hogy úgy néz ki, hogy minden rendben van, a fizikánál már csak is kis korrekciókat kell tennünk, például közmondásos, hogy Planckot, Max Planckot, aki a kvantummechanika egyik atya, a tanára eltanácsolni próbálta a fizikától, hát ez már nem olyan érdekes, még egy-két sarokban van egy-két sötét folt, amit majd ki kell pucerálni, de alapvető újdonság a fizikában már nem várható. Sokaknak ez volt a véleménye, és hát volt mire alapozni, azért ezek a sikerek hatalmasak voltak. Szóval a 19. században ez volt, és sokan úgy mondták, hogy ezentúl a fizika az 5. tizedesség fizikája lesz, tehát minél pontosabban mérünk, rendbe rakunk mindent, és akkor nem sokára lesz egy olyan, hogy a fizika tudománya egy ilyen hosszú könyvsor volt a polcon, és kész, megvan a fizika. Nem kell többet fizikáról kutatni, mert mindent tudunk majd a fizikáról. Nos, az 5. tizedesség fizikájához teljesen beleindik ez a területi feszültség törvény, amit Ötvös mondott, mert ez a minél pontosabban mérünk, de ez nem jelentett jelentős új elméleti dolgot. Amikor viszont a gravitációs méréseket végezte Ötvös, na az majd van nagyon nagy újdonsághoz fog vezetni, pontosabban egy nagyon nagy új elméletnek az alapozás, a kísérleti alapozását jelent. Ebben az időben az egyik kutatási téma az elméleti fizikában a súlyos és a tehetetlen tömegnek az egyenértékűsége volt. Na, miről is van szó a súlyos és a tehetetlen tömegnél? Ezzel a két ábrával akarom bemutatni. A súlyemelő a testnek a súlyos tömegét érzékeli. Ahogy vonza a gravitáció a súlyt, ő annak kell, hogy ellentartson. Nehéz érzi. Ez a kalapácsvető, amikor pörgeti a kalapácsot, ő a tehetetlen tömeget érzi, mert állandóan irányváltozásra kell kényszeríteni ezt a gömböt, amit kerül körülötte. Ő neki azt kell produkálnia, hogy gyorsulása legyen ennek, hogy körülötte mozog. Ez a kettő első pillanatban ugyanannak tűnik, hogy milyen nehéz a test, mennyire súlyos, meg hogy mennyire nehéz gyorsítani, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy ezek ugyanazok. Ugye Newton volt, aki fölírta a mechanika alapegyenletet az 1600-as évek végén, persze más formában írta föl, de ez egy külön előadás lenne, most hadd használjam a mai jelöléseket. Ugye Newton második törvénye az F egyenlő M/A, de most én ideírtam egy T-indexet, hogy ez a tehetetlen tömeg. Ez az, ami azt írja le, hogy adott gyorsuláshoz mivel kell beszorozzunk a gyorsulást, hogy megkapjuk az erőt. Mennyire nehéz megváltoztatni a testnek a sebességét, ez a tehetetlen tömeg. A súlyos tömeg, hogy mennyire vonza a gravitáció. Ez a Földnek a gravitáció a tömege, amit van, mennyire vonzák egymást a testet. Ez a súlyos tömeggel kapcsolatos. Ez a kettő nem kell, hogy ugyanaz legyen, nem szükségszerű, hogy a súlyos tömeg meg a tehetetlen tömeg az ugyanaz legyen. Erre már Newton is fölfigyelt, hogy nem szükségszerű, hogy ez ugyanaz legyen. Megjegyzi, hogy az ő mérései szerint pedig ezek ugyanazok, de ezt nem tudja megmondani az okát, és ez úgy rejtve is marad a fizikusok előtt egy csomó ideig, hát egy 200 évig, hogy mi van ennek a hátterében. Lehet-e olyan világot elképzelni, amikor ez a kettő nem egyforma? Persze. Akkor mit látnánk? Például azt látnánk, hogy vannak olyan testek, például lehet, hogy mondjuk a részből készült testek, hogyha kezemben van két test, egy réz meg egy vasgolyó, ugyanakkor a súlyuk, viszont az egyiket könnyebben tudom pörgetni a fejem körül, mert kisebb a tehetetlen tömege. Az, hogy a súlyuk egyforma, az nem jelenti azt, hogy ugyanolyan nehéz változtatni az irányba. Praktikusan, fizikus szempontból milyen kísérleteket lehetne erre végezni? A legegyszerűbb a klasszikus Galilei-féle ejtési kísérlet. Leejtek két testet légüres térben, ugyanazzal a gyorsulással mennek el. Hogyha lenne különbség a súlyos és a tehetetlen tömeg között,
akkor például az anyagtól függene a G értéke, most egyszerűen megmondva. Vagy egymás közelébe teszek két testet, vonzák egymást gravitációsan, azonosak a súlyuk, de vajon azonos erővel vonzák egymást. Ha nem lenne igaz az egyenlet, akkor a különböző anyagú testeknél eltérést tapasztalnánk, mondjuk, hogy az azonos súlyú testek, az azonos tömegű testek különböző gravitációs erőt fejtenek ki egymásra. Ellenőrizni úgy lehet, hogy különböző anyagú testeknek mérjük a gravitációs hatását. Hát a probléma az, hogy ez nagyon pici erő mérésére van szükség, hogy megmérjük ezeket, de szerencsére adott volt ez, ez Coulomb, aki az elektrosztatika alapegyenletét írta föl annak idején, Coulomb és társai már kikísérletezték az úgynevezett torziós ingát, vagy torziós mérleget. Itt van Coulomb eredeti publikációjában, könyvéből a rajz. Ennek a lényegét kiemeltem egy külön vázlaton. Miről szól ez? Arról szól, hogy van egy nagyon vékony torziós szál, rajta keresztül lógatok egy súlyzót, itt az ábrán itt látható, és ez a súlyzó, ha jó vékony a szál, nagyon pici erő, milliomod newton erő hatására is már mérhető elfordulás produkál. Persze, ha ennyire érzékeny a berendezés, akkor rezgésmentességre ne fújjon a szél, meg egy csomó mindenre ügyelni kell, de ez lehetséges. Szóval ötvös maga a berendezését Coulomb ingának nevezi, vagy Coulomb mérlegnek nevezi, nem ötvös mérlegnek, hát persze nem magáról nevezi el ezt a dolgot, de alapvetően Coulombtól szerzi ezt az ötletet. Ha nagyon vékonyra tesszük ezt a torziós szálat, akkor nagyon pici erő is elcsavarja ezt a dolgot, tükörrel pedig érintésmentesen tudjuk mérni az elfordulás szögét, ahogy egy fénysugár innen visszaterül. Ez volt az ötös ingának az egyik vázlata, ez pedig a fényképe. Zárt tokban van az egész, hogy ne zavarja a szél. Itt ebben az alsó korongban, itt van maga az inga, és egy hosszú vékony szálon, itt van a torziós szál, ez is egy csőben, hogy óvjuk a külső zavaroktól. Ez. Maga ötös ezt írja róla, egyszerű egyenes vesző az az eszköz, amelyet én használtam, végén különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő háborgása, se a hideg és meleg változása. Nem olvasom az egészet, itt ezt mutatom, hogy Coulomb-féle mérlegként hivatkozik ötvös erre a berendezésre. Lényegében ez a berendezés volt az első. Nagyon egyszerűen néz ki, csak a körülmények, hogy mennyire precízen van kivitelezve meg kezelve, az benne a nehéz, amivel ötös és társai a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűségét vizsgálták. Kicserélték ezeknek a testeknek az anyagát, kicserélték a vonzó testeknek az anyagát, amit ide mellé tettek, és többféle kombinációval ellenőrizték, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg az ugyanaz jelenti-e. 1880-as évek végétől mértek már, egyre pontosabban, nem mehetünk tovább, hogy annélkül, hogy megemlítsük, hogy Petár Dezső és Fekete Jenő voltak az ő társai, nem segédei, hanem teljes értékű munkatársai ebben. Az ötletek ötöstől származtak, de Petár és Fekete hozzájárulása is nagyon jelentős volt. 1890-ben már 20 milliómod rész pontosan, tehát 7 tizedes egy pontossággal igazolták, sokkal pontosabb volt, mint előtte bárki másnak. Még egy tízszere szorzót rátettek 1909-ig, és ez azt jelentett, hogy 1909-re már az derült ki, hogy csak a 9. tizedes egyben lehet eltérés. Elképesztően pontos. Ugye egyrészt igaz volt az a jóslat, hogy a 20. század fizika a sokadik jegy fizikája. Ez igaz, de ez majd meglátjuk mindjárt, hogy egy nagy változást is magával hozott.
Egyrészt a mérés sorozattal elnyerték egy göttingeni egyetemen kírt pályadíjat, ők voltak a legfontosabbak, pénzjutalmat ajánlottak fel annak, aki vagy megszámolja a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűségét, vagy minél pontosabban igazolja, hogy már pedig egyformák, és ötvösség voltak a legfontosabbak. És ez az 1909-es eredmény megerősítette Einstein, hogy jó úton jár, amikor az általános relativitás elméleten gondolkozott. Ugye 1915-ben jön ki az általános relativitás elmélettel Einstein, de ekkor már gondolkozik rajta. És ez lesz az alapja az általános relativitás elméletnek, miszerint a gravitáció a geometria hatása, téridő görbülete. És ez a 9/10-es egyre pontos mérés, ez volt a legnagyobb megalapozása. Ezért is mondta Einstein ötvösről ötvös haláláról értesülve, hogy a fizika fejedelme hagyott itt minket most. Tehát a fizika fejedelme cím, ez valóban Einsteintől származik. Ugye tele van a net hamis Einstein idézetekkel, ez valódi Einstein idézet, tehát Einstein valóban mondta ezt róla. És a gravitációs kutatásokban ötvös és csapata nem állt meg ott, hogy egy nagy elméleti eredményt elértek, hanem az alkalmazásokon is gondolkodtak. Például a horizontális variométer, hát láthatjuk a torziós szálat, láthatjuk a súlyzót, csak itt lelóg az egyik súly. Most a részletekben nem mennék bele, de azt hiszem érezzük, hogy ha az egyik súly egy kicsit alacsonyabban van, akkor az az alacsonyabban levő gravitációs teret észleli. Tehát ezzel a gravitációs tér kis helyi változásai tudta kimérni. Annyira, hogy amire kifejlesztették a teljes érzékenységi verziót, akkor már a Duna vízszint változásai, a víztömeg változásait észlelni tudták gravitációsan, de a legnagyobb alkalmazása az volt, hogy a geofizikusok a Föld alatti sűrűbb, ritkább rétegeket ki tudták tapogatni ezzel, hogyha egy terepen több helyen megmérték a gravitációs térnek a változását. Itt van egy fénykép, itt pedig egy vázlat a horizontális variométeréről ötvös Lorentznak. Az egyik első mérésorozatot az Alföldön Arad közelében végezték, és megállapították, hogy az alapkőzet kb. 760 méterrel az ottani talaj alatt van, tehát itt van egy ilyen üledékes kőzet fölötte. Előtte nem lehetett ilyenről beszélni, hogy ilyeneket hogyan lehetne megállapítani. Az ötvös inga, ez a variométer, a gravitációs tér pici eltérésének a mérésével hihetetlenül pontos értékeket adott. Csak közben, ja igen, itt volt kiírva, csak túllapoztam, ebben az időben születnek a robbanomotorok, meg terjednek el világszerte, amikhez üzemanyag kell, amikhez olaj, kőolaj kell, és a kőolaj bányászatnak nagyon sokáig az ötvös inga volt az egyik eszköze, hogy ötvös ingával találták meg világszerte a kőolaj lelőhelyeket, de vasérci lelőhelyek és hasonlóknak a kutatására is, bármilyen sűrűség eltérés kutatására alkalmas volt az eszköz. Aztán ötvös méréseket végzett a gravitációs állandó, ennek a szorzófaktornak a megállapítására is, és pontosította az addigi értéket, annyira, hogy csak 1950 után tudtak pontosabbat adni, mint ő. Cseles berendezés volt, megint a torziós ingát láthatjuk itt, csak ezt most nem egy irányba vonzották, hanem hagyták így lengeni, és a lengés időt mérték meg, úgy, hogyha egy óló falat, tehát nagy tömegű falat közelébe így helyezték el, vagy erre merőlegesen helyezték el az ingát, és kettő különbségéből tudta nagyon minden addiginál pontosabban megmérni a gravitációs állandónak az értékét. Egy külön érdekesség, ami megint csak külön előadást érne meg, bár meg azt arra én nem vállalkoznék, mert ennyire nem értek hozzá, mert már az elvonult elméleti fizikusok tobzódnak ebben. Az 1980-as években előszedték ötvös régi méréseit egy publikálatlan mérés sorozatában,
olyan eltérést mértek, vettek észre a, meg nem mondom, 9. tizedes tizedes jegyben, 9. tizedik tizedes jegyben, ami minthogyha a, vagy az a magyarázat, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg mégse állandó, mégse ugyanaz, vagy az a magyarázat, hogy van egy ötödik kölcsönhatás a testek között. Amennyire után tudtam olvasni, ez a mai napig nincsen lezárva, mert úgy néz ki, hogy a modern vizsgálatok is azt mondják, hogy korrekt volt ötösség vizsgálata, és próbálják ezt a mérést modern formában pontosabban megismételni, és még itt valami érdekesség kijöhet ebből, nekem az, tehát nem láttam, amikor utána olvasom, hogy ennek egy konklúzív lezárása lenne, hogy mi okozta ezt az eltérést. Az ötvös, így emlegetik nemzetközi irodalomban is, hogy ötvös pekár-fekete mérés sorozatnak az eredményét, a mai napig is beszélek. Annak idején, 80-as években akkor voltam egyetemista, akkor nagy felzongulás volt ott a fizikus hallgatók köré, hogy mi a túró lehet ez. Nem tudjuk a választ pontosan, szóval érdekességként itt van, de ez az ötvös pekár-fekete, ez a New York Times címlapján is ott volt, hogy lehet, hogy megvan az ötödik kölcsönhatás címmel, születtek erről cikkek. És az én utolsó blokkom az azzal kapcsolatos, hogy a föld forgásával kapcsolatban is jelentős eredményeket ért el ötvös órán. Na jó, ezt most valaki mondhatja, hogy hát azt már régóta tudjuk, hogy forog a föld. Zárójeles megjegyzés, a kutatók éjszakai előadásán azzal tettük, hogy még azért nem mindenki fogadja el, azért a lapos föld hívők szépen bejöttek ott a YouTube kommentekbe, de minden, most nem szándékos, ez véletlen, szerencsés véletlen egybeesés, hogy ötvös Loránd készített egy asztali berendezést, amivel a föld forgása kísérletileg is igazolható. Ez lesz az ötvös mérnek. Na de, hogy is kezdődött a történet? Az 1900-as évek elején több kutatócsapat végzett pontos G-méréseket, tehát a gravitációs gyorsulás méréseket, és egy német csapat hajózva az óceánokon nagyon sok tizedességre mérte a G-t, és azt derült ki, ötvös vette észre, hogy az ötödik tizedességben eltérés van az elmélettől. Ugye ötvös ilyen precíz ember volt. Ötödik tizedességben eltérés látott, és megmagyarázta a Földnek a forgásával ezt a dolgot. Na azért ezt egy kicsit beszéljük meg rendesebben. Itt van a Földnek egy szelete, itt a tengely, ami körül forog. Ha itt van egy test a felszínen, akkor az vonza a Földnek a tömegvonzása, és mondjuk a Földhöz rögzített rendszerbe a centrifugális erő pedig kifele sorolná. Na persze az arányok nem ilyenek, a gravitációs erőnek kisebb, mint kevesebb, mint 1%-a a centrifugális erőnek a hossza, de hogy lássuk, azért ilyen nagyra rajzoltam ezen az ábrán. A centrifugális erő hatását már Newton ismerte, ezzel magyarázható a Föld enyhe lapultsága, tehát ez régóta ismert, hogy a harmadik tizedes jegyben ott van ez. De a Hecker csapatnak a méréseiben az ötödik tizedességben mutatkozott eltérés, és ötös azt vette észre, hogy amikor keletre mozogtak, akkor mintha kisebb lett volna a G, amikor nyugatra mozogtak, akkor meg mintha nagyobb lett volna a G-nek az értéke az ötödik tizedességben. És ez azért volt, mert ha keletre mozgunk, az olyan, mintha nagyobb szögsebességgel mennénk a tengely körül, és az eltérés az már az ötödik jegyben kimérhető volt. Na azért ez is megérne egy sztorit, hogy ezek az Oscar Hackerék egy hajón az Indiai óceánon hogyan mértek öt tizedesét pontosan G-t. Tehát az a mérés technika sem volt semmi. De hát a 20. század az ötödik tizedesét fizikája. A 20. század fizikája az ötödik tizedes jegyekről szól, és jó, hogy arról szólt, mert érdekes felfedezések születtek. Nos, ötvös megmagyarázta, elméleti hátteret adott neki, tervezett ellenőrző mérés sorozatot, amit a Fekete-tengeren meg is valósította, és róla ötvös effektusnak nevezik azt, hogy ha keletfele mozgunk, akkor kisebb a súlyunk, ha nyugatfele, akkor nagyobb. Hát ez nagyon csekély dologról van, szóval kiszámoltam,
mindenki utána számolhat, most a számolásokat mellőzöm, csak a nagyságrendeket mondva. Például, hogy az egyenlőtől vagyunk az egyszerűség kedvéért, akkor a G-nek a 10 körüli értékéhez állóhajón a centrifugális erő 0,03339 méter per szekundon négyzetet ad hozzá, tehát annyit von le a centrifugális erő. Ha 10 méter per szekundummal keletre mozgunk, akkor ez ennyi lesz, ha nyugatra, akkor ennyi. A kettő közötti, tehát 10 méter per szekundum a hajónak a nagy sebesség, 10 méter per szekundumos sebesség hatására kicsit több mint 1000 méter per szekundum négyzet ennek a hatása, tehát 0,15-es hatás. Na ezt mérték ki a németek, ezt magyaráztam az ötvös, és azóta is ötös effektusnak nevezik ezt a jelenséget. Nagy távolságú tüzérségi lövedékeknél, meg rakétáknál ezt már figyelembe kell venni, ezt az ötös effektus. Ha én szaladgálok a folyosón, akkor nem, mert azért jóval kisebb. Hát itt azért hadd meséljem el, hogy piroskával megpróbáltuk megmérni ezt a dolgot, mert van olyan analitikai mérlegünk, ami ilyen pontos lenne, és piroska vitte magával a vonatra, meg aztán elmentünk autóval is, csak ugye mi lehetett a probléma, nagyon könnyű kitalálni, a rezgése. Hát nem tudtuk a rezgéseket annyira lecsillapítani, hogy látszódjék ez az effektus. A repülőre meg nem tudtunk ülni. A neten különben van egy felvétel, egy ausztrál fickó megcsinálta, hogy repülőre fölvitt egy analitikai mérleget, és direktbe egy 500 g-os testnek lemérte keletre menve, meg nyugatra menve a tömegét, és tényleg ott a 10 g-os tartományban az 500 g-os képes repülősebességnél már érzékelhető volt ez a dolog. Hát szóval sajnos nem sikerült lemérnünk, hiába kísérleteztünk ezzel a dologgal. És ötvös erre alapozva megépítette az ötvös mérlegét, ami laborban mutatja ezt a jelenséget ki, forgatható asztalra egy billegős húzót tett, eléggé viccesen hangzik ez a gondolat, elkezdte forgatni függőleges tengely körül, és ha kiszemeljük az egyik testet, amikor a test éppen nyugatra halad, akkor egy kicsit nagyobb súlyt érez. Amikor keletre, akkor kisebb súlyt érez. De fél fordulatonként ez cserélődik. Ez ami hihetetlenül pici erő, de ha összehangolja, hogy a forgásnak a periódus ideje, meg a billegésnek a periódus ideje azonos, akkor a rezonancia elve miatt ez felerősíti egymást, és néhány perc alatt olyan mértékű lett, hogy vagy szabad szemmel is látszódott, vagy a tetején levő tükörről visszavett fénysugáron, meg mindenképpen lemérhető volt ez a hatás. Hát, ilyet is próbáltam építeni, de nem sikerült, mert nem volt, később kezdtem neki, meg ez egy precíz műszertechnika kéne, én meg gyorsan nem tudtam összehozni, de találtam a fizikai szemlébe dr. Broman Istvántól egy cikket, és fölvettem el a kapcsolatot, aki küldött egy videót, mindjárt videón is bemutatom ennek a berendezésnek a működését. Ez a Róma István cikkből vett vázlat. Itt láthatjuk, hogy egy tűcsapágyon kell ennek villegnie, hogy ne legyen lényeges súrlódás. Tehát azért nem olyan egyszerű ezt összerakni. És itt van a berendezés, amit egy villanymotor forgat, onnan föltről jön le a nézetfény, és oda vetítődik ki. De én inkább elindítom a videót, hogy látszódjék ez. Itt van a berendezés bemutatva, látszik, most igen, kicsit lapozok előre, itt már forog, elkezd forogni az a billegős súlyzó, az ötvös mérlegnek a súlyzója. Látjuk, hogy a visszavett fény ilyen kis köröket ír le, ahogy egyre jobban kezd ez eltérni a viszintestől ez a súlyzó. Egyre nő annak a körnek a sugara, mert idő kell minden egyes fordulatból egy mikronyútonnyi erő meglöki az egyik testet, vagy valami ilyesmi. Tehát kell egy kis idő, de idővel szépen ez fölfokozódik,
összeadódik, és most már kezd szabad szemmel is látszani, hogy bebillen ez. Most persze valaki megkérdezheti, hogy honnan tudjuk, hogy ez a bebillenés, ez nem csak az, hogy hosszú van megépítve a berendezés. Nagyon egyszerű, mindig északfele billen le. Mert ugye a keletre mozgó része azért, jól mondtam? Nem, ott az ellenkező. A keletre mozgó rész érzi a kisebbik súlyt, tehát éppen hogy, na, merre van, hogy van az előttem van észak, hát a mögött ilyen mondóka segítsünk. Tehát, tehát mindig a, mindig az a megfelelő égtájnak megfelelő billen, ahogy belezavarodtam a kisiskolás dologba, hogy hogy is, vagy a keletre menő, ja persze attól függ, hogy merre forog. Tehát, hogy így forog, vagy így forog. Jól mondtam, tehát ez a forgás iránytól függően változik ez a dolog. Ez 2019-ben 5-ös Loránd halálának 100. évfordulóján az OKTV döntőn ez volt a mérési feladat. Ilyennel mértek a hallgatók. Tehát látszik, hogy látszik, hogy a Föld forgását laboratóriumi eszközzel sikerült kimutatni. Ez volt Ötvösnek az utolsó munkája, hát azért ez 1912-es fotó már az idős Ötvös Lorándról, 15-ben építette az első változatát ennek az eszköznek, és a halálos ágyán vette kézbe a publikációt szinte, tehát de még németül megjelent az ő életében, magyarul már csak az örökösei tudták megjeleníteni ezt a cikket Ötvösnek a jegyzetei alapján. Ötvös tehát fizikusként nagyon maradandót alkotott, háromszor terjesztették Nobel-díjra, egyszer se kapta meg a Nobel-díjat, de hát abban az időben azért Planckkal meg Einsteinnel kellett vetélkedni, azokban az években ilyen Nobel-díjakat osztogattak. Szóval minden esetre Ötvös Loránd letette a névjegyét, és nagyon sok fontos fizikai felfedezés fűződik hozzá. De most akkor váltunk egyet, és azért kérem meg Kiroskát, mert ugye a túrázási dolgairól én is tudnék beszélni, csak én magam nem vagyok hegymászó, mint ahogy Ötvös Loránd az volt. Piroska viszont szokott hegyet mászni, és ezért sokkal jobban ismeri ezt a területet, úgyhogy. Meg ráadásul Ötvössel sokszor ott volt a két lánya is, tehát ezért is jól jön össze, hogy ezt ő tartja az előadásnak a másik részét. Jó, akkor remélem, hogy sikerült a technikát is beállítani. És akkor most a hátralévő részében az előadásnak egy picit átvenném a szót, hogy András már mondta. Nekem is így, ahogy Ötvösnek igazából ez a hegymászás, ez tulajdonképpen a magánélet szférájában mozgott nagyon sokszor. Hát nekem is azért megvan a hegyek iránti szeretetem, és pont ezért ezt az idézetet választottam itt kezdetül, ami engem is nagyon megfogott, és ami talán mutatja azt, hogy mi volt Ötvös Loránd hozzáállása a hegyekhez, a túrázáshoz. Azt mondja, talán egy Magyar Turista Egyesület lapjában megjelent cikkében, hogy turista az, aki útra kell azért, mert foglalkozásának egyformasága, gondjainak sokasága közepette álmaiban feltűnik előtte egy olyan szebb világ, melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a hegyek, szebbek vagy különösebbek a házak, barátságosabb azok az emberek, aki az álomkép eredetiét fáradtságtól vissza nem riadva keresi, és mert hiszen a Földön élünk, talán soha meg nem találhatja, de azért jó kedvét el nem veszíti, hiszen örömét éppen ez a keresés teszi. Tehát a kíváncsiság, a szépség iránti vágy, ami átut ezekből a szavakból. És ahogy mondtam, a hegymászó tevékenysége meglehetősen a magánélet szférájában játszódott. Bucsek Henrik próbálta rekonstruálni egy fizikai szemlélés cikkben, hogy mégis miket mászott Ötvös Loránd, és hát ezt a mondatot írta kezdetül, hogy hegymászó működéséről a rendkívül kevés adat miatt pontos mérleget alkotni nem lehet, de azért megpróbálunk felvinni egy-két dolgot. Már csak azért is, mert egyébként a térképen található földrajzi nevek is üzennek nekünk tevékenységéről. Ami
amiről viszonylag sokat tudhatunk, az a kezdeti hatások, első nagy utazása, ezt Kisdomonkos Dániel szépen levéltári adatokkal kikutatta, hogy mégis merre járt, mit csinált. Legfontosabb ezen első gimnázium befejezésekor teljesen önállóan magának szervezett utazásán a csúcspont, úgymond a Duhol-Svitze megmászása volt. Sokfelé járt, persze járt Svájc, egyéb részein, Kelet-Franciaországban, Észak-Itáliában, és természetesen a Duhol-Svitzét sem a semmiből jövő módon mászta meg. Egyébként a képen ugye itt ez a Puglia Duhol-Svitze, és hát látszik, hogy egy rendkívül hosszú gleccse séta után van egy felszökés, és aztán ugye még egy felszökés, és ott már technikásabb sziklamászás, tehát nem volt egy egyszerű megfordítani. Egyébként ez az Alpok második legmagasabb csúcsa, felkészülésként pedig a Berlin a környékén túrázott 3000 méteres magasságban. Ezeket a túráit, ezeket hegyi vezetővel tette meg, és nagyon nagy hatással volt rá az, amit tapasztalt a hegyek között. Édesapjának írt levelében fogalmazta meg, hogy e napot életem legélvezetesebb napjának tartom, költői élvezet ennél nincs. Tehát valószínűleg ezen a ponton kezdődött el a hegyek iránti szenvedélye, ami aztán egész életét végigkísérte. És akkor lássunk néhány szemelvényt. Legelőször azért még az inspirációkról pár szót. Édesapja is sokat túrázott környékbeli alpesi vidékeken, Raksz, Schneebergen járt, Gletschertúrán járt, tehát eleve már ő is inspirálhatta. Azután nagybátyja, Rósti Pál, világutazó, Dél-Amerikát megjárt ember, aki egyébként fényképészként és túrázóként is tevékenykedett, és ezen kívül fizikus körökből is jöhettek inspirációk, hát Helmholtzot már említettük, akár az ő irányából is, illetve John Tyndall irányából, aki fizikus tevékenysége mellett, mivel a gleccsereket tanulmányozta, szintén rákapott a hegymászásra, és őt most lefordította például a Jungfrau megmászásáról szóló művét. Fiatal éveiben még további magas hegyek, mint a Grossbruckner, Grossfeldegger következte, akár többször is. És azért, ha úgy kontextusba helyezzük az egészet, ezt a kort, amikor első nagy túráját teszi, az ugye pont az alpinizmus aranykora, amikor a nagy csúcsok meghódítása véget, és sikerül megmászni a Matterhornt is 1865-ben. De ezzel nem ér véget a történet, hanem az alpinizmus ezüstkora, amikor pedig a magasság helyett inkább már a technikás, szép, kihívás jelentő sziklafalak következnek, és ez az, amiben ő is nagyot alkotott. A Dolomitokban találta meg azt a szerepet, ami aztán végül is élete hátra lévő részére beszippantotta. Mintegy 40 nyarat töltött el Schuldenbachban. Ugye a Dolomitokat tetten ide ki képbe az egész Dolomit masszívumot, ugye az ma már Észak-Olasz területen van, de akkor az az osztrák-magyar monarchia része volt, Dél-Tirolban található. Ahol ő tevékenykedett, az ez a felső csücske, sőt, hát annak is egy kisebb darabja, de Schuldenbach itt található, és tulajdonképpen a legtöbb nagy mászását azt a kádini csoportban tette meg. Ugye idősen visszaemlékezve mondta, hogy nekem ez az ezer arcú kávé örök szép gyönyörűségem. Itt is a mászásait egy állandó vezetővel, Mikhail Inerhofferrel hajtotta végre, és az első komoly, tehát első megmászás úgy értve, hogy ők voltak először azon a csúcson, az 1877-ben történt, és aztán az elkövetkezendő évtizedben jó pár ilyen első megmászás következett még. Bucsek Henrik szerint, hát ha a hálókat is számoljuk, akkor kb. 25-30 első megmászása lehetett ötvösnek, ez szinte mint Mikhail Inerhofferre. Hát egészen addig, amíg szegény Mikhail Inerhoffer meg nem halt egy hegymászó balesetben, de utána pedig Inerhoffernek a testvérével
testvérével mászott. Ha ugye a térképet nézzük, illetve útleírásokat nézzük, akkor azért találkozhatunk a nevével, András is említette már, hogy van egy ötvös hágó, vagy hát ötvös útvonal, ez volt talán a legjelentősebb mászása, a Króda-de lágónak a meghódítása, ennek a sziklaoromnak a meghódítása, amit még Zsigmondi Emil is, aki kortársa, hegymászó kortársa, ő egyébként vezető nélkül mászott szintén Alpokba többek között, ő nevével is lehet a térképen találkozni. Tehát Zsigmondi Emil is nagyon említésre méltónak és ismétlésre méltónak gondolta, tehát néhány héttel az ő sikeres mászása után megismételte ezt az utat. A fotón is egyébként a Króda-de lágó látható ötvös felvétele, de ez már egy későbbi történet, amikor már hegymászó tevékenységet fotózott a Dolomitokba. Ugye másik, amit egészen biztosan megtalálunk a térképen, hogyha ötvös nevére keresünk, az pedig a Csimádi ötvös, azaz az ötvös csúcs, kedvenc hegység szeletében a Kelvin csoportban található, ez a második legmagasabb orom. Ezt ő maga nem mászta meg, viszont tisztelői, amikor sikeresen meghódították a csúcsot, akkor róla nevezték el. Ez tényleg mind a mai napig az ő nevét őrzi. Hát egy igazából tőlünk igen-igen távol eső szegleten, ahol amikor az ember ezzel először szembesül, akkor úgy meglepődik, hogy ez itt mit keres egy ötvös csúcs. Ez pedig egy nyári felvétel szintén az ötvös csúcsról. Ugye itt ez a picikét kisebbik az ötvös csúcs, a másik pedig a Kádén csoport legmagasabb csúcsa. De ha az interneten keresgélünk, akkor ötvös nevelé máshol is előkerül, mégpedig különböző ilyen sziklamászó utakat számon tartó adatbázisokban. Én most itt a Bergsteigen adatbázisnak a találatát mutatom. Ugye két ötvös dimály utat találhatunk itt a keresőben. Hát ha ennek jobban utána nézünk, akkor kiderül, hogy bizony én is rosszul tudtam ezek az utak, ezek már nem ötvös Lórának állítanak emléket, hanem ötvös lányainak, ezek ugyanis Rolanda és Ilona mászásai, mind a mai napig mászott útvonalak. Lányai legalább 7 első megmászást teljesítettek a Dolomitokban, illetve volt olyan is, amikor hármasban édesapjukkal együtt másztak különböző utakat. Ők is állandó vezetőkkel járták a hegyeket. Antonio Timály, ugye, aki az ötvös Timály nevében is látjuk, Johann Summermatter, illetve Agostini Verzi voltak a tipikus társak, és aztán még más is csapódott ezekhez az első megmászásos kalandokhoz. Ez a két út, amit a kereső ma is kiad, ez az 1901-ben megmászott Tofana di Roses déli falán futó útvonal, illetve a rá 7 évre megmászott Grumman Spitzének a déli fala. Ugye a képen pedig szintén ötvös Lórán felvétele, a lányokat lehet látni, hogy éppen egy mászósabb részen átkúzik magukat. Hát akkor költelményeinek megfelelően a sziklamászó öltözetük ugye szoknyából áll, ami ma már meglepő lehet, de nagyon sokáig a női mászók tartották magukat ahhoz, hogy már pedig szoknyát kell viselni. Azért néhány képet lehet találni, ahol az ötvös lányok is a praktikusabb irányba váltanak, és már nadrágban teszik meg ezeket a túrákat. A következő néhány diámmal szeretném azért egy picit ezt kontextusba helyezni, hogy mégis ezek a mászások mit jelentenek. Ugye a legjelentősebb útjuk én szerintem, ami tényleg ma is mászott útvonal, ez a Tofana di Roses déli falán. Ugye itt berajzolva lehet látni, hogy milyen útvonalon jutottak fel elsőként, és hát a méretek is elképesztőek, tehát ez 800 méteres szintemelkedés, ez egy 1000 méternyi mászott métert jelent, ami nagyon komoly, és hát 4 pluszos mászás, ami abban a korban azokkal az eszközökkel, amik rendelkezésre álltak, ez egy nagyon komoly teljesítmény. Hát itt pedig egy ma is kézzel készült falrajzot tettem be, de azért ez már egy modernebb falrajz, valamilyen modernebb kalauzból.
Ugye abban a korban ők tényleg csak amit távcsővel meg tudtak figyelni mondjuk a déli falon, vagy amit esetleg más csúcsokról meg tudtak figyelni, hogy hol lehet a jó útvonala, ugye ezen tudtak elindulni, és hát milyen eszközeik voltak, milyen felszerelésük volt, ugye a ruházatot már láttuk, de azért tettem be még néhány képet, hogy mégis milyen ruházatban, ugye eleganciával, nyakkendőben másztak az urak, és hát a hölgyek pedig tartották a szoknyás viseletet, és látjuk a felszerelést is, ilyen hosszú botokkal próbáltak dolgozni, segíteni a mászásukat. Ugye látjuk a kötelet, az kenderkötél volt, sisak persze senki nincs, hát az ma már ugye meg nem állná a helyét. Beraktam néhány képet, hogy egyáltalán mik is voltak a tipikus biztosítási technikák, ez egy 1913-as Budapest Cikláin című mászókalauzból származnak. A technika mit sem változott 13, sőt 1930-as évekig sem változott, tehát ha valaki esetleg Benedek István könyvében olvasná, hogy hogyan is mennek ők az Alpok csúcsaira, ugyanazok az eszközök álltak rendelkezésre, mint amivel Ötvös Lórán, illetve Lányai másztak, és hát alapvetően ugyanazok a biztosítási technikák, tehát bekötöm magam, deréknál fentebb egy csomóval, szikláról biztosítunk, szikláról ereszkedünk egy beütött kis égben lévő gyűrű segítségével. Ugye itt látjuk ezeket a régi eszközöket, szögek, ahhoz kalapács, és a szögekben gyűrűt, illetve a kenderkötél, amivel másztak. Ugye ez csak statikus terhelés bír, ha ebben valaki beleesik, akkor sajnos jó eséllyel annak rossz vége lesz. Az eső sem tett jót a kenderkötélnek, és hát a ráeső sziklát is könnyen elpusztították, amit még mutatni, egy kis fajék is szintén kenderkötél benne, amit szintén biztosításnak használta. Illetve hát a cipő a másik dolog, amin ha az ember már túrázott, akkor azért elgondolkodik, hogy miféle cipőket használta, akár egy gleccserséta során szöges, bőrtalpú bakancsok szögeléssel különböző megoldások, ugye az 1800-as évek végéről. Ha nagyon nehéz mászóútban jártak, akkor maguk varta ilyen mukaszínszerű mászócipők, tehát ma már az autóipar ugye kiszolgálja az igényeket, de ez abszolút második világháború utáni fejlődés. Tehát ezeket az utakat ma is nehéz megválaszni, de akkor azzal a felszereléssel, ami rendelkezésre állt, ezek végképp nagy teljesítmények voltak. Beraktam egy diát még Ötvös Lórának a sportemelék, a sportszervező munkájáról. Ugye nem csak a hegyekben alkotott, nem csak sziklát mászott, hanem a hétköznapokban is sportember volt. Támogatta a gyalogtúrákat, saját maga lovagolt, lovon járt be, akár munkahelyére is. Lelkes kerékpáros volt, akár az első között Budapesten. Lányaival pedig egy szintén figyelemre méltó kerékpáros túrát tett. Egyszer egészen az Alpokig elbicikliztek, hát a lányok édesanyjáról nem tudott, úgy tettek, mintha szépen elutaznának vonattal szokásos súlyanbanki nyaralásukra, de aztán csak Székesfehérvárig jutottak a vonattal, és ott leszálltak, és ott várta őket a kerékpár, és onnantól a hátra lévő 600 kilométert két hét alatt kerékpáron tették meg. Kiemelném még túra sportban, a túra közéletben végzett szerepét. A Magyar Turista Egyesületnek az első elnöke, hát igazából a Turista Egyesület először még a Magyarországi Kárpát Egyesületnek budapesti osztályaként alakult meg, de aztán ott gyorsan nézeteltérések lettek. Kiválta, és onnantól Ötvös volt a vezetője ennek, és hát ez nem volt egy könnyű munka a különböző konfliktusokat elsimítani, a tenni akarást jó irányba terelni. Nagyon tevékeny évek voltak ezek a Magyar Turista Egyesületnek. Ma pedig nevével Magyarországon is találkozhatunk, hiszen Dobogókőn a Turista Ház, az NTL Turista Háza az bizony Ötvös nevét viseli, és most az emlékév kapcsán egyébként oda került a múzeumba Ötvösnek az eredeti, Ötvös Lórának az eredeti jégcsákánya. És ezen kívül ugye a mai eltéhez kötődő
Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubnak is elnöke volt. A következő néhány diár még azért a fotós munkáiból mutatnék párat. Az is figyelemre méltó, ahogy hegyi fotókat, túrafotókat készített, ma is megállná a helyét. Tehát abszolút Instagram képes, különösen abban a korban, abban a technikai lehetőségeket figyelembe véve. Üvegre fényképezett pozitív képei azok, amik megmaradtak, tehát ilyen vetíthető képei azok, amik megmaradtak. Voltak persze papírképek, nagyítások, stb., de ezek elvesztek. Sajnos a fényképezőgépe sem maradt ránk, tehát ilyen szempontból is hiányosak az ismeretek. Valószínűleg 1877-től már fényképezett, korábban ugye saját rajzaival színesítette a kis jegyzeteit, de ezek onnantól kezdve eltűnnek. És hát kiemelendő, hogy ő készítette el többek között az egyik legkorábbi holdfényes tájképet, másfél órás expozícióval. Készülve az előadásra találtam két remek, online is elérhető gyűjteményt a képeiből. Ezeket ajánlom mindenkinek, egyrészt a Közlekedési Múzeumnak a virtuális kiállítását, illetve picit inkább a fotós szempontból Tőrik Lárának a blogbejegyzését. Betettem a linkeket is, mert gyönyörű képek vannak benne. Én is részben onnan vettem a hegymászós és egyéb témákhoz tartozó fotókat, és akkor egy picit azért fotó témáig villantanám még így föl az előadás végén. Ugye túrafotókat, útifotókat készített, ezekben már gyönyörködtünk a hegymászásról szóló részben is. Ez itt kedvenc hegycsoportja a Dolomitokból, a Pelin csoport saját felvételén, ugye rajta az ötvös csúcson ugye itt rejtőzik. Sztereóképeket készített. Itt is ugye a két sztereó felvételt láttuk egymással párban, ez akkor nagyon népszerű volt, és a felmaradt képeinek egy jó része is ilyen sztereó felvétel. Egy másik túrafotója, de kísérleteit, akár demonstrációs célral is fotózta, illetve a terepi munkát szintén fotózta, ugye itt épp a Fruskaborán végeznek méréseket a Tarcalhegységben, Len Téler, de Budapestet is fotózta, a városfotók mindennapi életről. Ezek is érdekesek, akár így kultúrtörténeti értelemben, vagy várostörténeti értelemben is. És hát természetesen családját is fotózta, a kiegyensúlyozott boldog családi életre utaló képek tömkelegében lehet gyönyörködni a már említett online is elérhető gyűjteményekben. Ezt a hegymászásról, fotózásról, illetve hát túraszervezésről szóló részt ismétek tőle kölcsönzött idézettel zárnám le. Szálljunk le már egyszer a lóról, járjunk saját lábunkon a gyalogos fényen. Nem csak kényszerűségből, hanem örömmel és azzal a büszke öntudattal, hogy haladásunk a lassú is, de a magunk erő kifejtésének eredménye lesz. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, és szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy itt most ugye betekintést kaphattak egyrészt a magánélet dimenzióiba, a hegymászó élet dimenzióiba, a kutató, nagyrészt természetesen a fizikus kutató dimenzióiba, és mindegyikben nemzetközi porondon játszott Ötvös Lórán, és nemzetközi porondon ért el szép eredményeket, tehát méltán lehetünk büszkék rá, szerintem érdemes, mint egy példaképként tekinteni rá, és remélem, hogy az itt lévő közönség is tud ebből töltekezni, és esetleg szélesebb körben népszerűsíteni, hogy micsoda sztár volt ő igazából, persze manapság ezt így mondanánk, de akkor ő ezt nem így mondta, visszahúzódó volt, szerényen nyilatkozott sokszor eredményeiről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Horváth András nevében is nagyon szépen köszönjük a figyelmet előadásunkhoz.